Sziasztok! Én Méreg Attila vagyok, ti meg biztos kíváncsiak, ha már erre a videóra ráklikkeltetek, vajon egy profi kézilabdázóval miről fogok beszélni? Ő hogyan élte meg a karantént, és hogyan alakul a karrierje? Ezekről a témákról fogok Ligetvári Patrikkal beszélgetni. Az intro után kezdünk! Szia Patrik, szép jó reggelt kívánok! Szia, szép jó reggelt kívánok én is! Te profi sportoló vagy, profi kézilabdázó. A COVID-19 neked is felborította az életedet, a hétköznapjaidat, a rutinodat, a felkészülésedet. Mesélsz, hogy most jelenleg hol vagy és hogyan készülsz? Jelenleg Budapesten tartózkodom. Előtte ugye Spanyolországban éltem, hazajöttem, mert így jobban láttuk családdal, hogy itt tényleg nagyobb terem van és jobban tudok edzeni, meg ugye mégis család közelben vagyok. Majdnem több mint egy hónapot voltam karanténban, kint Spanyolországban, egy kis lakásban, és ott azért a feltételek a mozgáshoz nem voltak valami nagyok, hiszen mondjuk egy futást nem nagyon tudtam elvégezni maximum faltól falig, 50 négyzetméteren, ami egy ilyen sportolónak szerintem azért nem valami nagy távolság. Azért próbáltam megtenni mindig azok a lépéseket, edzéseket, hogy fejlesztem önmagamat, akkor még nem tudtuk, hogy meddig fog tartani ez az egész. Edzésterén hogy nézett ki egy heted a COVID-19 előtt, meg most jelenleg, hogy néz ki egy heted? Úgy volt, hogy meg voltak adva, hogy mikor vannak nekünk mérkőzések a csapattal, és akkor annak függvényében voltak ugye beépítve edzések, de általában vagy szerdán és szombaton játszottunk. Egyik az egy spanyol bajnokság volt, a másik pedig egy nemzetközi kupa. Ő voltak építve a hetek nap szerint, szóval mondjuk hétfőn volt egy kondi edzés, délután pedig már készültünk egy taktikai edzéssel, ahol előtte videós elemzés is volt. Így készültünk fel az ellenfelekre. Ebből át így hetünk, hogy készültünk az ellenfelekre, meg voltak regenerációs edzéseink is. Jelenleg úgy, hogy reggel fölkelek, vagy pedig később, de attól függ, hogy valamikor a rendőrök keltenek engem, mert ugye hatósági karanténban vagyok, és ugye minden nap ellenőrizve vagyunk, hogy itt hol tartózkodunk-e. De azon kívül nagy vonalakban nem változott semmi el az életem, itthon is ugyanúgy edzek, csak annyi, hogy azért mégis nagyobb a mozgásterem. És hogyan készültök? Online stratégiai megbeszélések hogyan zajlanak nálatok? Most nincsen online megbeszélés, meg nagyon semmi se. Ugye fel van függesztve minden határozatlan ideig. Én is most várom, hogy a kérdést, hogy tényleg, hogy a spanyol bajnokságot is lefújják esetleg, mint a németet, vagy a több nagyobb bajnokságot is, mert ugye még a spanyol bajnokság az aktív, azon felül, hogy fel van függesztve, mert hogyha ugye folytatódik ez, akkor nekem vissza kell mennem Spanyolországba, aztán elvileg kapunk valami felkészülési időt, hogy újra berobbanjunk a bajnokságba. Ez is jó kérdés, hogy egyáltalán ezt meg tudjuk-e valósítani. Ezen felül ugye a válogatott felkészülési meccseket is felfüggesztették határozatlan időre, hogy nem tudják, hogy mikor lesz pontosan. Nagyjából ugye próbálok magam formába tartani, hogyha azt mondják, hogy menni kell, akkor tudjak menni. Ha lehet meccseket szervezni, és megvan a következő ellenfeletek, akkor minden vissza fog térni a rendes kerékvágásba, az edzések és a stratégiai megbeszélések is. Nyilván remélem, hogy ez így lesz, hiszen már tényleg nagyon hiányzik a kézilabda, nekem, mint én sportoló, nekem ez az életem. Hogyha egy-két napot kihagyok már, akkor rosszul érzem magam, hogy én most hol is vagyok, nem tudok így nagyon egyedül ülni a lakásba, vagy nagyon a szabadba se. Én nekem mindig a mozgás az, ami minden napjaimhoz szükséges. Te karrieredre és a olimpiai csapatnak az életére, továbbmenetelére milyen hatással lesz a COVID? Milyen csúszások várhatóak? Próbálkoztam rajta gondolkodni, és hogy mibe fogja ez befolyásolni az én életem. Mert abban biztosan, hogyha esetleg lezárják a spanyol bajnokságot, akkor ez egy ilyen befejezetlen könyv lesz számomra, hiszen elkezdtem valamit, és nem tudom befejezni úgy, ahogy szerettem volna, nem tudtam elbúcsúzni akkor a csapattársaimtól, meg tényleg attól a helytől, ahol eddig éltem egy évig. Szóval az nekem egy ilyen befejezetlen könyv lesz. Tavaly elmentem az Adam Ellenhoz, ez egy másik spanyol csapat, akkor idén meg még átmentem Logroñóba, az egy másik spanyol csapat, és most ott játszottam. És akkor ez a kettő év kitérő volt, és most nyártól megyek vissza Veszprémbe. Tényleg meg volt arra az esélyünk, hogy másodikak legyünk ugye a Barcelona mögött. Azt szerintem egy nagy szó, hogy a spanyol másodiknak lenni, úgyis, hogy az ember tudja azt, hogy a Barcát nem tudja megelőzni a tabellán. De azért egy második hely, az egy, szerintem nekünk egy győzelemmel felérő helyezés lett volna. Nagyon sajnálom, hogyha esetleg lezárják a bajnokságot, akkor ezt a helyezést nem fogjuk tudni elérni. De hogyha nem, akkor nyilván még rávenjünk arra, hogy ezt a helyezést elérjük. Tényleg akik mennek esetleg az olimpiára, mert ugye elhalasztották következő évre,
azoknak biztos azért befolyásolni fogja, mert azért egy profi sportolónak arra, hogy felkészüljön egy olimpiára, meg vannak adva a ciklusok, hogy hogyan készüljenek föl, de nekik is szerintem azért befolyásolni fogja, főleg annak, aki mondjuk egy kicsit idősebb. Tényleg úgy volt, hogy ez volt esetleg az utolsó olimpiája, most azt érzi, hogy még olyan erőben van, hogy el tud hozni mondjuk egy aranyérmet, az nem biztos, hogy lehet, hogy már a következő évben ugyanezt fogja érezni magába, de ki tudja. Ezt nem nagyon tudom, hiszen még nem voltam nagyon olimpián, de ez az egyik álmom, hogy a válogatottat képviseljem egy címres mezben, meg az álmat. Hogy számunkra civileknek ezt hogy kell elképzelni, hogy jelenleg milyen állapotok vannak a spanyol bajnokságban, hogy hogy lehetne befejezni azt, hogy legyen második, harmadik helyezett, hogy legyen, meglegyen a rangsor? Vagy a tavalyi eredmények alapján, vagy pedig a jelenlegi állás szerint lehetne befejezni szerintem ezt a bajnokságot. Nagyon nehéz, hiszen kint a spanyol csapatok nagy része ugye 10 hónapra köt csak szerződést játékosokkal. Júliustól meg nagyon sok játékosnak mondjuk lejár a szerződése a bajnokságba, és esetleg mondjuk más országba igazolnak át. Szerintem az még nagyon nehéz megcsinálni úgy, hogy júniusban le lehessen játszani ezt a bajnokságot, hiszen heti 2-3 mérkőzést le kell játszani, meg előtte kell ezért egy felkészülési szezont csinálni, az nem lenne senkinek se egészséges, hogyha beleugrunk egyből a mélyvízbe, azért ez sérülés veszélyes nagyon. Jelenleg harmadikak vagyunk. Pont jön hozzánk ugye a második helyezet is, és hazai pályán játszottunk volna mondjuk velük. A spanyol bajnokságban azt gondolom, egy harmadik helyezet nem egy rossz eredmény. Igen, nem rossz eredmény, meg nagyjából nem is befolyásolna semmit. Jövőre a bajnokok ligájában minden nemzetből csak egy csapat mehet, mert hiszen átalakítják az egész ligát, szóval nem érne a bajnokok ligája a kártyát ez a helyezés, de azért mégis egy sportolónak, hogyha minél előrébb végez, akkor még jobb. A Magyar Kézilabda Szövetség, a spanyol bajnokság jól kommunikálnak, próbálnak azért folyamatosan hírt adni? Azért próbálnak, de úgy emlékszem, pont ma van egy közgyűlés, hogy akkor csapatok szavazzanak, hogy akkor most folytassuk, vagy nem, mert az utolsó gyűlésen fele csapat azt mondta, hogy szeretné folytatni, a másik fele meg azt, hogy nem nagyon akarja folytatni. Azért nekik is van pénzkiesés, ugye a szponzorok mondjuk lehet valamelyik kis csapat, nem tudnak úgy fizetni, mert nekik a szponzoroknak is ugye kiesés van, mert azért sokkal tényleg komolyabb a helyzet mondjuk, mint itt Magyarországon, és ott tényleg kijárási tilalom van már másfél hónapja, szóval ott tényleg kemény a helyzet. Az egy hónapos spanyolországi karanténről mesélni nekünk, hogy ott milyen szabályozások vannak, milyen mennyire szigorúak? Amikor ott voltam, akkor az első 2 hét az annyira nem volt szigorú, hiszen azok az emberek, akiknek el kellett menni mondjuk dolgozni, azok elmehettek, de mondjuk a második 2 hétben ott már tényleg behoztak egy olyan szigorítást, hogy senki nem mehet dolgozni, az egészségügy, meg ami a nem mindennapi létszükséghez fontos, azokon kívül senki nem mehet dolgozni, nem is mehetett ki az ember az utcára, csak hogyha tényleg a kutyát levitte sétálni, vagy esetleg kidobta a szemetet, meg akkor tényleg, hogyha boltba ment egy családból, egy ember mehetett csak el boltba. Én voltam mindig boltba, próbáltuk belőni úgy, hogy nagyjából egy hetente kelljen csak egyszer elmenni. Ne nagyon tartózkodjunk az utcán, hiszen nem szerettük volna elkapni ezt a vírust. Például, amikor bementünk a boltba, azért ugye le kellett fertőtleníteni a bevásárlókosarat, de én mindig próbáltam ugye mondjuk kesztyűbe, szájmaszkba bevenni, hogy lecsökkentsem annak az esélyét, hogy elkapjam ezt a fertőzést. Próbáltunk odafigyelni mindig, hogy mondjuk ha hazavittem, amit megvettem, akkor megpróbáltuk lefertőtleníteni. Itt is minimalizáljuk annak a lehetőséget, hogy elkapjuk. Voltak szigorú ellenőrzések, rendőrség, katonaság az utcán, erről mit lehet elmondani? Ellenőrzik is az embereket, hogy tényleg aki nem kutyával van, azt megbüntetik azért komoly pénzre. Ott tényleg kijárási tilalom van, és mindenkire vonatkozik ez. Senki nincs ez alatt kivételem. Szóval ott komoly ellenőrzések voltak, és meg is büntették azt, aki kiment az utcára csak úgy sétálgatni. A volt csapattársaiddal tartod a kapcsolatot? Ez még jelenleg is ez a szigor van Spanyolországban, vagy már ott is kezdik feloldani? Beszélek velük, minden nap beszélek mondjuk mindig mással. Kezdik már feloldani. Úgy emlékszem, hogy 27 vagy 28-ától már a kisgyerekekkel is ki lehet menni sétálni egy órát, szóval már lazítanak ezen a dolgon. És a hazajutásotok, az hogy történt? Beszéltünk a külügyel, aztán segített nekünk egy papírt intézni, hogyha megállítanak a rendőrök, akkor bemutatjuk, hogy mi hazatartunk Magyarországra, és igazából semmi nem történt azon kívül, hogy hazaértünk ugye Magyarországra, ott történt egy hőmérsékletmérés, és utána ki kellett tölteni egy rendőrségi papírt, hogy ettől a naptól fogva hatósági karantén alá
tesznek minket, és két hétig nem hagyhatjuk el a házat vagy lakást. Tudom, hogy ti a világbajnoki selejtezőre készültök. Ezeket a csúszásokat majd be lehet hozni, vagy hatással lehet a jövőbeli pontszerzésnél ez a COVID-19? Próbálják tologatni az eseményeket, csak az a baj, hogy én szerintem, hogyha sok eseményt betolnak egy helyre, akkor következő szezonban nagyon sok meccs lesz. Főleg azoknak, akik mondjuk esetleg mennek az olimpiára, azok majd következő szezonban nagyon nem is tudnak pihenni, hiszen ugye végignyomják a szezon 2-3 meccs, a főleg aki játszik tényleg bajnokok ligáját, meg különböző ligákba, annak tényleg nagyon kemény lesz a következő év, hogyha még betolják oda ezeket a válogatott selejtező mérkőzéseket is, amit szívesen lejátsz az ember, meg ugye mindenki a hazáját akarja képviselni, hiszen a válogatott az egyik legfontosabb dolog egy sportoló életében. Ez nehéz lesz így, de hogyha ez az ára, akkor legyen. De hogy érzed most a hatósági karantén, meg előtte az egy hónapos spanyol karanténodat, hogy mi visel meg jobban? Fejben nehezebb ezt az állapotot, ezt a szituációt elviselni, vagy fizikálisan? Fizikálisan nem mondanám annyira. A maximum az, hogy ez a spanyolországi egy hónap rendített meg egy kicsit, hiszen azért ott nem volt annyira nagy a mozgásköröm, hogy azért különböző gyakorlatokat el tudjak végezni, tényleg csak a saját testtel való gyakorlatokat tudtam elvégezni, vagy esetleg egy partfisnyén tudtam valami gyakorlatot csinálni, szóval ilyen viccesre is próbáltam csinálni ezeket a gyakorlatokat, hogy azért legyen valami állóképességem. Inkább lelkileg rossz ez az egész szerintem, hogy tényleg ezt így átélni, hogy ilyen dolog még nem történt az emberrel, hogy felfogni azt, hogy mi is történik valójában. Elhiszem, hogy nagyon nehéz lehet élsportolóként is, meg nekünk civileknek is, de bizakodunk. Vigyázz magadra, nehogy otthon is lesérülj, mert az otthoni baleseteknek a száma igen magas, ahogy láttam a statisztikákból, és jó egészséget kívánok neked. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre álltál. További szép napot. Szia, Patrik! Köszi szépen! Szia, szia! Köszönöm Miklósnak, hogy beajánlotta Patrikot. Miklósra még pár héttel ezelőtt készítettem interjút, ő Bécsben tréner. Vele beszélgettünk sportról, sportolási lehetőségekről, milyen nehéz lehet egy profi sportolónak, akkor ajánlotta Patrikot. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Ha érdekesnek találtad a videót, hozd meg ismerőseiddel. Folyamatosan készítem a videókat. Ha nem akarsz lemaradni, iratkozz fel a csatornámra, de a legfontosabb, hogy maradjatok egészségesek. Sziasztok!